5. fordulóban hazai pályán a Megyeri úton az Újpest alaposan kitömte a Zalaegerszeget, akkor 5-0-ra győztek a fővárosi lilafehérek. Nem csoda, hogy a Zalaegerszeg vérbosszúra készült. Megyesi. Tokodi. Botladozik addig, amíg megszerzi a labdát. Vérinek, Dvéri, ez jó lövés volt. 11. perc. Egy újabb újpesti próbálkozás. Dvéri tette előre a labdát. Rót pedig elveszíti. Tokodi. Üres előtte az út. Tokodi még most már gólhelyzet. És Tokodi egy kicsit előnzőzte talán. Vagy jobb lett volna lőni. Eddig ügyes. Babati. Szabó Kettő Zsolt. Jó a középreadás, a fejes sem volt rossz. Bíró védte Szabó fejesét. Jön Filó. Nem volt még lövőhelyzet. Kocsárdi. Ő ellövi. És tapsot kap érte. Először zalaegerszegi játékos egyébként ezen a mérkőzésen. Urbán jön föl, és segítő üres ember. Rá nem vigyáz senki. Herceg. Jól fordul és adja középre. Még veszélyes lehet Kunzó. Vajon le tudja-e venni? Waltner jön hátra, de még mindig Kunzó. Kunzó gólhelyzetben, és Kunzó megszerzi a vezetést az Újpestnek. Érdekes, hogy Waltner jött hátra védekezni. És egy picit eltűnt Róza László, a centerhalf, aki a sérült Strasser helyén játszik. A szlovák František Kunzó tehát megszerzi az Újpest vezetőgólját a 21. percben. Filó. Róttól kapja vissza. Szabó Csaba is mutatta magát. Bár inkább elbújt Filó mögött. Waltner így is visszaszerzi még a labdát. Kocsárdi jön. Kocsárdi egy újabb lövéssel próbálkozik. Ez most jó volt. Vagy ez is jó volt. Bíró Szabolcs védte. Tokodi felé az indítás. 28. perc. Filó szemben Tokodival, de Tokodi elviszi mellette. Tokodi még mindig a második csel is jó és fölé lövi. Hát mekkora helyzet volt ez. És mennyire gyámoltalan volt Filó Attila. 33. perc, újpesti szabadrúgás, Herceg megkötötte a cipőjét. Dvéri pedig készül beívelni a labdát. Most megtörtént, nagyon nagy helyzet volt. Teljesen üresen maradt Orescsuk középen. Senki nem figyelt rá, ő mégis kihagyta. Szabó. Rótot indítja, Meggyesi mellett Rót, két jó csel, és nincs 11-es, ezt mutatja Kassai Viktor, pedig nagyon szerették volna a zalaegerszegi játékosok. Megnézhetjük az ismétlésben, mindenképpen ártalmatlannak tűnt a szituáció. Szabó Kettő Zsolt nagyot hibázik, Kunzó újra labdát szerez, Kunzó még, ez a csel is jó, Kunzót ellökik utolsó emberként. Szabó Kettő Zsolt piros lapot kap, így van. Ezen vita nem lehet. Szabó Csaba sárga lapja után Szabó Kettő Zsolt kiállítása az első félidő 44. percében. És nagyon nagy szerencséje van, hogy Kunzó még nem lépte át a 16-os vonalát. Tokodi. Véri kéri középen, és ő kapja. Mellette Kunzó. Középen meg Herceg. Eddig ügyes játék Tokodi. Ez a passz is jó, Meggyesi középre. Sakmat helyzet, 2-0. Bardi Gábor beéti a labdát. Román Orescsuk a második gól szerzője. Tehát két légiós góllal 2-0-ra vezet az Újpest. Az 59. percben. Indul a Zalaegerszeg. Ez jó csel. Rót Ferenc, Rót még mindig. Nem jól teszi középre, így oda a szépítési lehetőség. Ez nem volt jó megelőző szerelés, a csereként beállt Bagó István egyedül mehet a kapura. Bagó még, most kéne passzolni Kocsárdinak, ő meglő. Hát nagyon-nagyon könnyelműek most az újpestiek is, de az zalaegerszegiek is. Rót helyett Gál a pályán, a labda meg Tokodinál. Dvéri. Ebből még lehet valami. Dvéri. Jó a passz is. Herceg nem volt les. Herceg még forgolódik, aztán az oldalhálót találja telibe.
miközben azt reklamálják az zalaegerszegi átvédek, hogy vajon miért nem emelte fel a zászlaját Dr. Szabó Péter asszisztens. Ez is egy érdekes dolog volt. Babati odaadtad Vérinek, jön Herceg, ott van Véri, 2-1 ellen. Visszaadja a Herceg, nem adta vissza, így kimarad a helyzet. 10 másodperc még a 90 percből, tehát a rendes játékidőből, amikor Löw szaporázza egy kicsit. Nem is rossz, Dvéri! És ezúttal véd Bardi Gábor kapus. Így 2-0 maradt a vége. Nem tudom, hogy a kispadon hogy élte meg, de ez lehetett volna egy olyan mérkőzés, amelyen az edző egyáltalán nem idegesíti fel magát. Hát olyan meccs szerintem nincs, de hát biztos, hogy... Hát nem hiszem, de rúghattunk volna még talán gólokat, meg kaphattunk volna, de ilyenkor kellene... Most ezt, és ezt ne valami rossz értelembe vegye valaki, ilyenkor kellene belemártani a kést az ellenfélbe, ugye az égső defést megadni, de úgy látszik, hogy még ez valamilyen módon hiányzik a játékosokból, ez a fajta kegyetlenség, ami úgy érzem pedig a futballnak jót tenne, akár a mi csapatunk, akár az ellenfél részéről.